szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Isten szeret mindenkit. Sziasztok! Itt a Pax TV. Itt van a Bruno kutya is. Mai adásunk címe gyermekeknek a Bibliáról. Szervusztok, gyerekek! Most egy sorozat fog következni Dávidról. Lehet, hogy hallottátok is már ezt a nevet, hogy Dávid. Izrael népének egyik tekintélyes királya volt, aki pásztor fiúból lett király. Hú, micsoda nagy pályát futott be ez a Dávid. Egy kedves fiú volt ő, olyan tizenéves fiú, ekkor, amikor ez a történet kibontakozott az életében, és egy nagyon jómódú embernek volt a fia. Az apukáját így hívták, hogy Isai. Az anyukája nevére már nem emlékszem, nagyon régen élt, de az édesapjára igen, Isainak hívták. Több fia is volt. Dávid nem egyetlen kedvencke volt a családban, hanem többen voltak testvérek, némelyik testvére, bátyai erősebbek voltak, mint ő. Ők is otthon dolgoztak az apjukkal. Hát mi lehetett az ő foglalkozásuk? Pásztorok voltak. Az apa Isai nagyon sok juhot tartott. Szamarai voltak. Ilyen hajrafülű szamarai voltak. Kecski! Hú, vakkecski! Hú, ugráltak ott állandóan. És voltak juhai, sok-sok juha volt, úgyhogy sok emberre volt szükség ahhoz, hogy ezt a sok juhot őrizzék. A nap mindig úgy kezdődött, hogy törődni kellett a juhokkal, a juhoknak ugye enni kellett adni, a juhok megszomjasszak, inni kellett nekik adni, és hogy a pásztor fiúnak ez volt a dolga, hogy gondoskodjon a juhairól. Szerette a juhait, nagyon-nagyon kedvelte a juhait, némelyiknek nevet is adott, vagy talán mindnek adott nevet, nem is tudom, de voltak hozzá közel álló bárányok, kecskék. Szamarak, akik nagyon kedves bárányok voltak. Egy pásztor fiúnak, aki vigyázott a juhaira, fel kellett magát szerelni. Fegyverekkel. Tudjátok, mert azon a vidéken mindenféle vadállat volt. Voltak farkasok. Voltak rókák, voltak medvék, voltak nagy, morgó oroszlánok, és voltak tigrisek, akik olyan óvatosan tudtak menni a nagy fűbe, lopakodva, leselkedve, hogy melyik bárányt lophatják el. Mert ezek olyan lopos fajta állatok voltak. A farkas is lopott, az oroszlán is lopott, a tigris is lopott. Hát a róka főleg a tyúkokat szerette ellopni. Isainak voltak tyúkjai, kakasai is, és fennállt ez a kockázat, hogyha a róka belopakodik oda a tyúkolba, akkor vagy a kakast kicipeli,
taréjánál fogva kiviszi, és aztán megropogtatja a csontját, megeszi, tollastól, mindenestől megeszi. Tehát Dávid egy pásztorfiú volt, hát milyen fegyvere volt, volt neki egy ilyen botja, nagy pásztorbot, pásztorbotnak a végei meg volt görbítve, és azért volt ilyen görbe botja, hogy ha valamelyik bárány nem úgy viselkedett, vagy elkalandozott, akkor a hosszú bottal a lábánál fogva visszahúzta, vissza oda a többiek közé. Aztán hát volt neki egy nagy revolvere. Igaz, hogy nem durrogott, nem volt hangja, de akkor még úgy nevezték, hogy paritja. Hú, ma talán azt mondják, hogy a fiúk, hogy csúzli. Akkor paritjának nevezték, és ezzel a kis eszközzel egy követ lehetett beletenni, és ennek az eszköznek a segítségével telébe lehetett találni az ellenséget, a tolvajt, a farkast, a medvét, tehát volt egy botja, meg egy paritjája volt a juhász fiúnak, a pásztor fiúnak. Azon kívül még volt egy hangszere is. Mit gondoltok, milyen hangszere volt? Hát őnek egy nagyon egyszerű kis hangszere volt, Dávid szeretett énekelni, szeretett hangszeren játszani, és egy nagy faágat, gajat meggörbített, és húrokat szerelt rá, és ezeket pengette, és különböző dallamokat is tudott rajta pengetni. Gondolom, a húr az nem fémből volt, hanem ilyen állati bőrből készülhetett. Érdekes hangja volt. Kivitte magával ezt a hangszert, és játszott is ezen. Majd erről aztán még kicsit később fogok beszélni. Tehát az Isai a juhokat a kolba tartotta. Hát ez ugye ott Izraelben általában jó idő volt, nem kellett ilyen zárt istálóba bevinni őket, hanem egy ilyen karámba voltak elhelyezve, és ott védelem alatt voltak azért, egy kerítéssel voltak körülvéve, és ott voltak a juhok, a kiskecskék, meg a nagykecskék, a kis szamarak, meg a nagy szamarak, a kis birkák, meg a nagy birkák. És amikor készült Dávid kivinni a juhait, a kecskéit, a szamarait legelni, akkor odaállt az ajtóba, és kinyitotta az ajtót előttük, és jöttek ki az ajtón egyesére, volt amelyiket megsimította. A bárányok külön örültek, hogyha a pásztoruk simogatta őket, és beszélt is meg, becézgette őket, és nagyon kedves volt Dávid. Dávid egy szép, piros arcú fiú volt, még nem volt bajusza sem, nagy lobogós haja volt, nagy fekete szeme volt, amiben a napfény látszott, és egy nagyon kedves fiú volt, aki így hát legeltette a juhokat. És aztán, hát tudjátok, hogy a juhok lekaszálják, élő kaszák lekaszálják a füvet. Az emberek régen kaszával kaszálták a füvet, nagy kaszával levágták a füvet, összekötötték kévébe, de a
A juhok azok a szájukon berakták a füvet, megrágták, siettek vele, hogy jusson nekik, mert féltek, hogy a többiek ellegelik előlük a jó, finom fűfalatokat, a fűfalatokat, és a juhok, tudjátok, hogy gyorsan ettek, és aztán, mikor hazamentek, aztán kérőztek. És ez egy mindig mozogott a szájuk, valamit rágtak, mint a mai gyerekek a rágó gumit rágják. Hát ők is valamit rágicsáltak, hogy legelés után. Tehát miután a bendőjük megtelt fűvel, finom falatokkal, akkor megszomjaztak. Volt az Engedi pusztájában volt egy hely, ahol például ömlik még a mai nap is a víz, és elterelte Dávid oda a bárány előtt. Hát ő ugye nagy területen legeltetett, nem csak otthon, hanem a pásztorok haladtak előre, hogy lelegelték a juhok a mezőt, mindig mentek tovább. Ittak a bárányok. Oda mentek a vízhez, lehajtották a fejüket, látták magukat a víz tükrébe, és ittak. Némelyiknek végig csurgott az állán. A víz a kecskéknek, akiknek szakálluk van, azoknak pedig a szakállán végig csurgott a víz, és hogy... Hát olyan vidámak voltak a kecskék, ugye mindig ugrálnak, ugrabugrálnak, föl egy szikrára, le a szikrára, tehát ittak, és utána, hát mindenki megnyugodott, és mindenki elégedett volt. Ettünk, ittunk. Lehet most már egy kicsit pihenni. És amikor a juhok elfáradtak a legelésbe, az evésbe, mert hát el lehet az evésbe is fáradni, nem tudom, hogy ti elfáradtatok-e már. De hát ezek a juhocskák, a Dávid juhai elfáradtak a legelésbe, némelyik lefeküdt, némelyik oda feküdt Dávid köré. Dávid pedig elővette a hangszerét, és nagyon szép énekeket, dalokat tudott. Ezek az énekek Isten dicsőítették. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, el ne felejtkezzél semmi jótéteményéről, mert aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megújul a te ifjúságod, mint a sasi, meg hát ilyen hasonló szövegű énekei voltak Dávidnak, és szépen pengette a húrokat. A szamár ott állt, és az egyik fülét így lekonyította, és csodálattal hallgatta, szimatolt is a nagy órával, és a kecskék is ott csodálkoztak, hogy Dávid játszott. Ezek a hangok tetszettek az állatoknak, tetszettek. Dávid egyedül volt, és hát ő törődött velük. Dávid elszunnyadt, akkor a bárányok bégettek, féltek, ugyanis sokszor közeledtek lopakodva a vadállatok, hogy ellopják Dávidnak az egyik juhát, közeledtek, lopakodtak, de Dávid nem hagyta. Volt egyszer olyan, hogy egy bárányt bekapott a szájával egy nagy medve, kivót. Kidüresztette a szemét a medve, vicsorgott a fogával, bekapta a bárát.
És akkor Dávid odament, rárohant a medvére, mert Dávid ügyes fiú volt, volt neki ugye egy botja, volt neki egy csúzlia, és ráugrott a medvére, és kitépte a bárányt a szájából. Olyan erős volt. Kivette a medve szájából az a bárányt. És volt ugye, amikor az oroszlán is odalopakodott, és szembeszállt. Rá ütött a nagy görbe botjával, és elszaladt az oroszlán. Dávid nem hagyta, hogy a bárányok az ellenség kezébe kerüljenek, hogy megegyék, széttépjék az ő bárányait. Tehát ő volt a pásztor, és Dávid azt mondta az egyik énekében, jó volna, hogyha ezt az éneket majd valahogy utána nézek, hogy megismerjük, ez az éneke így hangzott, amikor megküzdött az oroszlánnal, meg a medvével, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőre terelget engem, és élő friss vizekhez vezet engem, lelkemet megvidámítja, és valóban boldogok voltak a Dávid juhai, és Dávid azt mondta, hogy Isten is olyan, mint egy pásztor, hogy vigyáz ránk. Isten is olyan, mint egy pásztor, törődik velünk. Isten is olyan, mint egy pásztor, szeret bennünket. Isten csodálatos. Az ő fiát küldte hozzánk, Jézust, aki a szabadító, aki az Úr, akit majd megismerünk. Remélem tetszett. Tartsátok máskor is velünk. Sziasztok! Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Isten szeret mindenkit.